Na, és már live-ban is vagyunk, élő adásban is vagyunk, úgyhogy remélem most már látni fogom a kommenteket és a nézőket is, úgyhogy először is várjunk meg mindenkit, mert ismét egy spontán élő adást láthatok, hallhatok tőlem. Sziasztok, Bánkóti Dani, Major Dan, Domino, Flamemakers Dani, ki hogyan ismer, és addig itt elindítunk egy kis streamet is, hogy lássam a kommenteket, mert legutóbb nem láttam a kommenteket, és ezzel volt a legnagyobb bajom, úgyhogy most már látom, hogyha mindenkitől kérnék szépen egy lájkot, vagy egy kommentet, hogy mindenki lát mindent, és akkor rendben indulhat is az adás. A mai stream, ahogy beharangoztam így napközben a DJ megszavazásról, a szakmai szavazásokról, és a hasonló jellegű szavazásokról fog szólni, illetve van-e legitimitása ezeknek a szakmai vagy közönség szavazásoknak, miért készülnek, miért vannak ezek a szavazások, illetve hasonló kérdéseket fogunk boncolgatni. Úgy gondoltam megint, még itt a nagy szeptemberi kezdés előtt még egy utolsó streamet, itt ilyen spontán streamet indítok nektek, hiszen mindenki éhes az új tartalomra, éhes az új információkra, úgyhogy nekem is most volt egy kis időm itt a rossz időben, úgyhogy használjuk ki ezt az alkalmat jól. Úgyhogy ez lesz a mai menő, egy picit várunk, és akkor el is kezdjük a mai adást. Addig is a többi adást is vissza tudjátok tekinteni a Magyar Producer Workshop oldalán, a www.facebook.com/magyarproducerworkshop oldalán, illetve van egy zárt csoportunk is, ahova várom a csatlakozásatokat, mert rengeteg cikkel, érdekes hírrel foglalkozunk, amit csak ott beszélünk ki, illetve egymásnak tanácsokat adunk, ti is kértek egymástól tanácsot, meg így tippeket, úgyhogy erről szólott a zárt csoport. Úgyhogy ez lesz a mai téma. Nézzük először is, mindenki sokan kérdeztétek tőlem az elmúlt hetekben, ha már így beszéltünk mondjuk mindenféle témáról, amiről kevesen beszélnek itthon, vagy nem nagyon-nagyon beszélnek itthon, hogy mi a vélemény a DJ megszavazásról, illetve az összes többi ilyen jellegű szavazásról. Nézzük akkor. Na, tehát a DJ megszavazás körülbelül 1993-ra nyúlik vissza, akkor volt meg az első ilyen DJ megszavazás, az a DJ meg, mielőtt így nagyon-nagyon belekezdünk, egy angol dance magazin, talán a legelső angol dance magazin, egyik legnagyobb angol dance magazin volt, ami meghatározó volt az egész klubkultúra tekintetében, hiszen akkor az az írott sajtónak elég komoly ereje volt, és egy viszonylag szubkultúrának saját magazinja legyen, az egy nagy dolog volt. Magyarországon is voltak hasonló magazinok régebben, de most itt nem ez a lényeg. És 93-ban csinálták meg az első DJ Mag Top 100 szavazást, ami szakmai szavazás volt, tehát nem a közönség szavazott benne, nem is a közönségnek a dolgai voltak benne, hanem egy szakmai zsűri, egy szerintem a szerkesztőség körülbelül kiválasztotta az ő általuk top 100-nak legjobb titulált diszkósát, DJ-jét. Ott nyilván 99,99%-ban DJ-kről volt szó, mint nem ford össze annyira a producerkedés, a zenekészítés és a effektíve a DJ-zés, úgyhogy ott tényleg DJ-kről volt szó. Azt hiszem az első number one helyzet a 93-ban Carl Cox volt, és ezt követték rendesen így a magazinnak a sikerei, ahogy a stílusok is, ahogy az egész elektronikus zene egyre népszerűbb és sikeresebbé vált, ez a szavazás is egyre jobban így nyílt kifele. És azt hiszem, hogy körülbelül harmadik, negyedik évben ment át ez a szakmai szavazás a közönség, vagy az olvasóknak a kezébe, de nyilván mivel még olvasókról voltak szó, ezek az olvasók kb. A leglelkesebb rajongó voltak tulajdonképpen az egész, bocsánat, az egész stílusnak itt a magja, és kemény magja volt. Ezek a szavazatok sokkal relevánsabbak voltak, mint mondjuk akár a mai szavazatok, és akkor erről majd beszélünk, hogy mi volt itt a relevancia. Úgyhogy itt még valójában ki a legjobb DJ kategória sokkal reálisabb képet kapott, mint utána. Aztán egy jó pár évvel, akkor ugorjunk egy körülbelül 10 évvel, hogy az internet is bejött, onnantól kezdve kezdett ez az egész irulni, hiszen interneten lehetett szavazni, és akkor innen jöttek a dolgok. Közben beszéltünk az előző fesztiválok kapcsán az EDM boomról, ott is növekedtek, egy csomó előadó belépett a popstar kategóriába, egy csomó előadó mainstream lett egy viszonylag szubkulturális környezetből, és ez az egész a DJ meg így szépen lekövette, és egy teljesen más őrület lett, aminek az lett a következménye, hogy igazából nem is azok az emberek kerültek be így a top mondjuk 20-ba, vagy az első 20-ba, akik annyira
nagyon technikásak, vagy annyira nagyon-nagyon jó DJ-k, mondjuk jó előadók, hanem inkább olyan emberek kerültek be, és egyre inkább olyan emberek kerültek be, akiknek valamilyen slágerük volt, vagy valamilyen nagyon-nagyon kiemelkedő, sikeres daljuk volt. Úgyhogy így az elmúlt 10 évben körülbelül ez a folyamat úgy nézett ki, hogy szépen ez összemosódott, hogy nem is a top 100 DJ-t választották meg, hanem a top 100 elektronikus producert, vagy elektronikus előadót, mondjuk így elektronikusként. Nagyon-nagyon-nagyon sok támadás érte amúgy is a DJ meget, hogy itt főleg a commerce-ebb és a mainstream-ebb nevek kerültek elő. Tehát ilyen technoproducerek, meg sokkal underground-abb elektronikus zenei stílusok nagyon nem kaptak helyet. Ennek van egy különböző, ez egy másik szavazása, ami talán sokkal relevánsabb, a Resident Advisor-nek a szavazása. Úgyhogy tulajdonképpen ez olyan 2004 környékén ketté vált, és a DJ megbe jött effektív a commerce, a mainstream előadók, és a Resident Advisor-ba megmentek a kicsit szubkulturális elektronikus zenei stílusok, mint techno, minimal, tech house és az ilyen előadók, úgyhogy ez a kettő ketté vált, bár helyel közel azért a DJ meg top 100-ba is, hogy úgymond a sikeresebb techno DJ-k azért mindig jelen vannak, most beszélünk a Richie Hawtin-ról, a Solomonról és a hasonló nevekről, de most nem is ez a lényeg. Lényegében olyan 2008-2010 környékén, ahogy internetről is már lehetett szavazni, egyre jobban a piac meglátta ennek a lehetőségét, és ez a szavazás konkrétan egy ilyen olyasmi, úgy kell elképzelni a DJ meg szavazást, és akkor már térek is nagyjából a véleményemre is, mint a szépség királynő választást. Tulajdonképpen ez a szavazás nem arról szól, hogy kinek nagyobb a farka, vagy ki jobb technikailag, vagy kinek van jobb zenéje. Ez a szavazás igazából egy fellépő díj infláció segítő eszköz. Tehát ezzel, hogy minél hamarabb, minél előrébb kerülnek a nevek, annál több pénzt tudnak elkérni, effektíve rá sokkal több pénzt keresnek, így a produkciót értékét a helyezések tudják inflálni nagy erőkkel, és itt szó nincs arról, hogy ki milyen jó, ki milyen rossz, itt arról szól, hogy üzletileg hogyan tudjuk mesterségesen minél hamarabb felinflálni egy adott produkciónak az értékét, és ezzel a menedzsmentek nagyon-nagyon tisztában vannak, és több ezer eurónyi kampányokat költenek arra, hogy valaki benne legyen közben nézem a kommenteket is, bocsánat. Sziasztok! És akkor most már tényleg az előző streammel ellentétben látom a kommenteket is. Úgyhogy tulajdonképpen a DJ meg arról szól, hogy hogyan tudják a menedzsmentek és a nagy kiadók mesterségesen minél nagyobban és minél gyorsabban felinflálni az adott produkciónak az értékét. És ennek majd elmondom az érdekességét, és elmondom ennek majd a poén részét, mert elég érdekes. Minden esetre nem számít az már, hogy milyen zenét csinálsz, hogy jó vagy-e, vagy rossz vagy-e. Ha ott vagy a top 20-ban, akkor egy booking agency sokkal több pénzért tud eladni, mintha nem lennél ott a top 20-ban. Hiszen mondjuk olyan országokban, mondjuk főleg az ázsiai régióban egy ilyen szavazásnak még sokkal nagyobb létjogosultsága van, sokkal komolyabban veszik, úristen, a number, mit tudom én, 15. DJ a világon, mekkora szó, és akkor bum, elkérhetik már 20 ezer eurót, értem, most csak mondtam egy számot, de körülbelül amúgy reális, amit mondtam. Úgyhogy tulajdonképpen azért mondtam a szépség királynő választást, mert pontosan ugyanaz zajlik, ismeretlen lányok bekerülnek egy új körforgásba, és szépen inflálják az offline értéküket, ha értitek, hogy mire gondolok, hogy versenyen kívül sokkal többet ér effektíve a testük, és ezt tudják árusítani, vagy legális modellmunkák során, vagy illegális escort lehetőségek során, ha mindenki érti, hogy mire gondolok. Tulajdonképpen ugyanez a DJ meg top 100 is, minél jobban próbálják a produkciók értékét felértékelni, növelni mesterségesen. Na most itt a mesterséges a lényeg, az internetes szavazás óta azért mindenki mindent megtesz azért, hogy a kedvence vagy az adott produkció minél nagyobb szavazatot kapjon. Azt hiszem az első évben, amikor azt hiszem a TrackSource-os szavazás volt, igen, talán az első évben, amikor a TrackSource-szal kollaborált a DJ meg, akkor rengeteg csalás volt és visszaélés volt, és sokakat ezért bannoltak is, vagy kitiltottak a szavazásból. És utána egy kicsit finomodott a dolog, de egyre durvább lett a dolog. Nagyon-nagyon sok DJ iszonyatosan nagy pénzt öltött kampányokba azért, hogy effektíve szavazatokat
nyerjenek szavazatokat, és nem feltétlenül olyan embertől nyertek szavazatokat, akik rajongók, csak ki lett hisztizve az egész. Ennek kapcsán tudom említeni a híres Dimitri Vegas Like Mike-os botrányt. Elég nagy controversy volt ez így a dance iparban, amikor ugye az egyik Tomorrowland-en azt hiszem 3 éve volt 30 darab hostess, aki iPad-del oda ment a részegekhez, és megkérte, hogy manuálisan írjátok már be, jelentkezzetek már be, és szavazzatok, és így nyertek. Azt hiszem második vagy első helyezettet abban az évben, de eléggé megszólták őket. Tulajdonképpen legális úton szerezték a szavazatokat, csak hát egy kicsit ki lett hisztizve a dolog, és egy kicsit manipulálva lett a dolog. Úgyhogy ez így történt, kimentek iPad-ekre a Tomorrowland-re, hiszen a Tomorrowland-en ők rezidensek voltak, ők az egyik legnagyobb hazai, ottani hazainak számító act volt, és nyilván mindenki a Dimitri Vegas és Like Mike-ot ütötte be, és tulajdonképpen szépen beszavaztatták magukat a top 10-be, majd a top 1-be. Ebben nagyon-nagyon nagy visszhang is volt, hiszen rengeteg olyan előadó volt a top 5-ben is, akiknek olyan átütő slágerje nem volt, mégis valamiért ott voltak, és a kutya nem érti, hogy. És most nem a Tiestóról beszélek, és nem az Armin van Buurenről beszélek, azt hiszem Armin Zsinórba 5-ször, nem is Zsinórba, de talán 5, vagy 5 vagy 6 number one helyzetje volt, és talán az, én az ő ázsióját és az ő nevét egyszerűen meg se tudom kérdőjelezni, mert tényleg ő egy abszolút trance legenda és egy stílusalkotó. Ugyanúgy nem tudom megkérdőjelezni, akármennyire utálják a David Guettát se, ugyanúgy a Tiesto se, hiszen annyi mindent tettek le, mint szakmailag, mint biznisz szempontból a elektronikus zenéért, hogy ezt a népszerűséget nem tudom elvenni. Nyilván a Hardwell ott már az egy kétséges dolog volt, hiszen ott is egy nagyon-nagyon komoly menedzsment van. A Hardwell esete például egy nagyon-nagyon érdekes. Nyilván tudjuk, a hollandoknak egy iszonyat nagy befolyása van a dance-iparban, és szinte minden kulcs az ő kezükben van, ami a legfontosabb ajtókat nyitja. Pontosan ez a magyarázat annak, hogy talán a top 100-nak olyan a 70%-a holland előadókból áll. Ennek egyszerű az oka, a Hollandiában iszonyat nagy háttéri piaca van, meg háttéripara van az elektronikus zenének, és rengeteg rajongó van hozzá, és mindent megtesznek azért, hogy egymást is segítség, és hogy egymást is bent tartsák a dolgokba. Ugyanakkor ja, a Hardwell-t kezdtem el magyarázgatni, hogy a Hardwell nagyon érdekes folt volt a DJ-mek történetében, hiszen neki se volt olyan átütő slágere, mint mondjuk egy David Guettának, vagy egy Tiestónak, vagy egy Avicii-nak akár, de mégis ott volt, és ezt is lehet taglalni, hogy vajon miért volt ott. Nyilván minden eszközt és minden olyan forrás megmozgattak, amiben be lehetett őt oda szavazni. De nyilván azért a hardware-rel volt a legkevesebb probléma, ott azért volt egy pár olyan név, akik nem mondjuk a top 10-ben voltak, hanem a top 50-ben, akik sokkal kérdőjelesebbek voltak. Minden esetre ez közel sem arról szól most már, hogy ki mennyire jó, ki mennyire csinál jó vagy rossz zenét. Itt arról szól, hogy technikailag, illetve erőforrásilag ki mennyi ember tud megmozgósítani, és mennyi emberhez tudja tulajdonképpen, mennyi ember tud meggyőzni arra, hogy szavazzanak rá. Ez volt az oka, hogy már lassan a harmadik éve halálismeretlen brazil, dél-amerikai vagy ázsiai arcok megjelentek a top 100-ba, DJ Chitasztól kezdve, mit tudom én milyen nevekig, akikről senki semmit nem hallott, de az adott országnak abban a régióban ők igenis egy Bárány Attilának számítanak, vagy egy vezető előadónak számítanak, és még Brazíliában azért a népesség elég nagy, így arányaiban elég könnyű őket beszavazni, szóval teljesen legálisan került be akár DJ Chitas Indiából. Nyilván világ szempontból semmilyen dolgot nem tett le az asztalra, és semmilyen más országban nem ismerik őt, de ott annyi embert ő meg tudott szólítani, hogy ebbe a top 100 szavazásba beleférjen, szóval abszolút nem mondanám relevánsnak így a szavazást tulajdonképpen. Tényleg csak egy ilyen faszméregetés a dolog, és pontosan ez az ok azért, hogy már senki igazából nem hisz a listának, csak hogy mondjak egy pár adalékot is így a sztorihoz. A DJ meg így az utolsó években, amikor már azért az internet eléggé rendesen a magazinoknak az eladását eléggé megkocogtatta, és most már azért eléggé a békosság alatt vannak, olyan lehetőségeket biztosított, hogy például ha veszel minden hónapban egy cikket, vagy egy hirdetési felületet a DJ Mag-be, akkor biztosítva van a top 100 pozíciót. Ez egy ilyen nem nyílt titok, én ezt egy-két helyről tudom, mert ahol régen mi voltunk menedzsment, annak a konkurens menedzsmentje tökéletesen ezt csinálta, minden hónapban vett valamilyen cikket valamilyen előadónak, meg volt ennek a díja, és ezzel
egy biztosított top 100 helyezettje volt, ami nem azt jelenti, hogy a top 100, de mondjuk a 92., 94., tehát biztosan benne volt. Tehát a DJ Magazine konkrétan azzal próbált bizonyos menedzsmenteket ösztönözni, hogy a vesznek tőlük hirdetési felületeket, mondjuk két oldalt per hónap, mit tudom én, 1000 euróért, akkor az ő egyik előadójuk biztosan bekerül a listába. Ugyanilyen volt, például hallottam egy srácot, hogy kapott a DJ Mektől egy levelet, hogy bekerült a top 100-ba, de, és akkor jön a de még ezt kéne megvásárolni, egy ilyen szintén valami ilyen kamu vásárlást kellett volna ott csinálni, amivel tényleg benne lehetett volna a dologba. Ez vagy pletyka, vagy nem, én ezt több helyről megláttam, hogy meg volt erősítve, sok pletyka amúgy ugyanazt mondja, úgyhogy én azt mondom, nem zörög a haraszta, nem fújja a szél. Ezeknek biztos van valamiféle létjogosultsága. A lényeg az, hogy a DJ Mag tulajdonképpen, mivel kurvára alig vannak eladásai, mivel az elektronikus média szintén megöli az offline médiát, így mindenből próbálnak egy kicsit pénzt csiholni, és helyezéseket ajánlanak fel, mit tudom én, menedzsmentekben egy-egy névnek, bizonyos pénzért cserébe, és emiatt rengeteg nagy-nagy előadó is neki ment a DJ Magnek, és teljesen bojkottálták, hogy rájuk ne is szavazzon senki, főleg ez tavaly után a Laidback Loop volt nagyon-nagyon kiakadva, hogy ő egy forintot vagy egy eurót nem költött a kampányra, mert ő ezt egyáltalán nem tartja legitimnek, míg van egy csomó, mit tudom én, olyan holland társa, akik több ezreket költenek azért, hogy ő mondjuk a 40. helyezette legyen. És nyilván itt egyre jobban nincs hitele már ennek a... Csak legyen egy kis háttérfényünk is. Egyre jobban nincs hitele ennek a szavazásnak, egyre jobban nem veszi komolyan a szakma, de azért még a promóterek, és főleg az ázsiai promóterek eléggé komolyan veszik a dolgokat, úgyhogy nem lehet ezt nagyon-nagyon megkerülni, de úgy érzem, hogy egyre inkább, egyre jobban kezd az embereknek leesni, hogy azért eléggé mesterségesen vannak inflálva a dolgok. Úgyhogy röviden, tömören a DJ Magről ennyit, és én is szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy nektek így mi a meglátásotok a DJ Maggel, illetve mik voltak mondjuk a csalódások, mik voltak a meglepetések. Amúgy így a DJ Magról általában itt igazából már tényleg producereket szavaznak meg. Azok, itt tudom, amikor Martin Garrix, nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, az Animals-el azt hiszem élből vagy a 16. vagy a 6. helyezetre került be rögtön az első évbe, úgyhogy előtte effektíve nem csinált semmit. Úgy benne látsz egy ilyen listában, hogy van egy slágered is effektíve, de nem is vagy, nincs is DJ tapasztalatod és semmiféle előadói tapasztalatod, és pont ezért maga már a neve is így szembeáll a dolog, hogy ez már nem DJ, meg ez már inkább ilyen elektronikus zenei előadói népszerűségi lista, ahol tényleg elől nem feltétlen azok állnak, akik mondjuk megérdemli, de azért valamennyire releváns a dolog, mert relevánsan mutatja mondjuk az egész lista, ha mondjuk kivesszük ezeket a regionális sztárokat, hogy kb. Bizonyos előadóknak mekkora a marketing ereje, illetve mekkora úgymond a befolyásoló képessége. Tehát azért megnézzük a top 10-be, azért olyan nevet mondjuk a Dimitriéken kívül nem látunk, akik mondjuk ne tettek le volna valami elég komoly dolgot az asztalra, bár azért hozzáteszem, a Dimitriék is sok mindent letettek az asztalra azóta, de azért nyilván közelében nincsenek egy Armin-nak, egy Skrillex-nek, vagy egy David Guetta-nak, és ezzel tényleg nem a Dimitriéket akarom lejjebb tenni, de azért mondjuk nem egy cég a kettő, tehát ott azért jóval nagyobb különbségek vannak. A top 20, top 10 között is azt mondom, hogy szintén azok vannak benne, akik nagyon-nagyon futnak, és valóban reális azok a helyezések, de viszont a top 20 és top 100 között ott azért teljesen felborul az egész, és teljesen olyan nevek vannak, és olyan sorrendben, illetve olyan emberek, akik nem feltétlenül odaillenek. Érdemes a tavalyi listát is megnézni, hogy rengeteg ilyen legenda konkrétan a top 100-nak a szélére, 90. századik helyére szorult ki, és nem feltétlenül azért, mert Carl Cox, vagy egy Richie Hawtin, vagy egy Ferry Corsten, vagy egy ilyen legendák rosszak lennének, vagy nem csinálnák jó. Egyszerűen azért, mert az új generáció, az új feltörekvő tizenévesek, őket már nem ismerik. Nekik már a Carl Cox nem legenda, se a Ferry Corsten nem legenda, se ezek a régebbi motorosok számukra már nem etalonok, számukra az Alesso etalon, számukra mit tudom én, a most gyorsan egy nevet, a Martin Garrix etalon, a fiatalok, a saját korosztálya az etalon, és nem a régiek, akiket ők nem is ismernek, hiszen amikor még mit tudom én, a Carl Cox a fénykorát élte, akkor ők még legóztak otthon. Úgyhogy nagyjából ez a magyarázata, hogy ugye a legendák is szép lassan így kiszorulnak így a
top 100-ból, de szerintem ez teljesen természetes, egy bizonyos fajta cserélődés azért kell a dolgokba. Na nézzünk pár kommentet, senki nem hisz már ennek a listának. Nekem Dimitri Vegaszék furcsák voltak, de Harden is fel volt háborodva, ami érthető is. Viszont olyan kérdésem lenne, hogy arról tudsz-e valamit, hogy Harden miért nem lép fel a Tomorrowlandben évek óta? Én nem tudom, de az mindenképpen biztos benne volt, hogy mikor volt ez az iPad-es botránya, keményen beszólt a Dimitriéknek is nyilvánosan, és mivel a Dimitriék eléggé benne vannak a Tomorrowlandnek a szervezésébe, illetve az a brigád, szerintem az ugyanaz a brigád tolja a Dimitriéket, mint aki a Tomorrowlandet is szervezi, így hát lehet, hogy ott bannolva voltak a dolgok, vagy bannolva lett Hardwell, de minden esetre idén már meg volt a nagy békülés Dimitriék meg a Hardwell között, volt egy fotó is, mert többen ezt kommunikálták is le, hogy nincs több így harc, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy a jövő évi Tomorrowlanden ott lesz, bár lehet, hogy teljesen más üzleti megfontolásból vannak a dolgok. Nem tudom. Ádám, hogy a spin-in tehetségkutató szavazás, igen, amit mondtam, hogy a hollandok azért 70%-ban rendesen benne vannak a top 100-ban, és ennek nyilván megvan az oka, a legnagyobb holland menedzsmentek, a legnagyobb holland irodák mindenképpen nagyon-nagyon rajta vannak, hogy az ő neveik mindenképpen előkelő helyen szerepeljenek, hiszen minél előbb vannak a nevek, annál több pénzt tudnak elkérni mondjuk egy ázsiai, egy ausztrál vagy egy amerikai turné. Szóval ez ilyen, nyomják fel a tőzsdén az árakat, többért tudják eladni, és pont itt ez a vicces. És pont ezt akartam mondani az egész DJ meg szavazáson, hogy mi történik, ha felemeljük, ha mondjuk én vagyok DJ Pistike, én bekerülök a top 100-ba, és DJ Pistikének egyszerűen megszökik az ára, mert hát el tudnak engem adni, mondjuk a top 20-ba bekerülök, és el tudnak engem adni 20 ezer euróért, mondjuk a Balaton Szandra, most mondtam a Balaton Szandra, és 20 ezer euróért azért a Balaton Szandán megvakarja a fejét, hogy ez drága pénz, úgyhogy megemeljük a belépőjegy árat. És mit okoz? Hogy a saját közönségemmel megszavaztatom azt, hogy később sokkal drágább legyen a belépő a buliaimra. Mert tulajdonképpen ez zajlik, tehát azzal, hogy én, mint DJ Pistike megszavaztatom magamat a top 100-ba és minél előrébb, ezzel tulajdonképpen azt éri el a közönség, hogy a saját kedvencére sokkal drágább lesz bejutni egy buliba vagy egy fesztiválra, hiszen a növekvő árak miatt így a költségek és a belépő árak is növekedni fognak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a top 100 szavazásra nem csak arról szavazunk, hogy ki a legnépszerűbb, hanem hogy ki lesz a legdrágább produkció is, és kiért kell majd többet fizetni, vagy dupla annyit fizetni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nézzük még, milyen kérdés van, ami még akad. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mivel Headhunter visszaállt a Hardstyle-ra, szerintem amit eddig csinált jó volt, mégis a Hardstyle lett a végszó. Mennyit befolyásol nála, mint magávélemény, új nevek, Metro Brooks, Mike Williams, szerinted beleférnek a százba? Szerintem most a Headhunters esetében szerintem ő, mikor így váltott erre a progresszív dologra, neki nem jött be annyira, mert rengeteg régi ember, régi közönség, a Defconos, meg a Hardstyle-os vonulatból tőle elfordultak, és igazából rájött, hogy sokkal többet veszített azzal, mint amennyit nyert, hogy stílust váltott, és szerintem gyorsan visszament a gyökerehez, és teljesen jól is tett neki, főleg, hogy a kijött egy kicsit a gödörből szerintem egy kicsit a Hardstyle, és újra abban a bizonyos szubkultúrában ismét szerintem sokkal népszerűbb lett, szerintem ez a Defconnak köszönhetően, úgyhogy a Headhunters ez a véleménye. A Masto Brooks, Mike Williams szerintem valamilyen szinten biztos benne lesznek a top 100-ban, hiszen spinines zászlós hajók jelenlegése a spininnek, illetve nem csak a spininnek, hanem az összes kiadónak az a lényeg, hogy minél több előadója bent szerepeljen a top 100-ba. Miért? Mert többért tudják eladni őket, és ez neki több pénz. Tehát ez semmi másról nem szól, csak is a pénzről. Úgyhogy mindent meg fognak tenni, akár legális, akár egy kicsit félig illegális eszközökkel, hogy benn legyen a kedvencük, benn legyen a rosterükből minél több ember, mert ez üzletileg is az érdekük, és ez brandépítő is, hiszen milyen jó hangzik, mikor valaki benne van a top 100-ba, akkor az már valaki, és tudjátok, egy kevésbé hozzá nem értő promóter, vagy a kevésbé hozzá nem értő zenehallgató számára ez nagy szó. Lehet, hogy szakmaiak számára, számotokra, vagy számomra, mi kicsit már mögé látunk a dolgoknak, hogy ez azért nem minden arany, ami fénylik, de egy egyszerű promóter, egy egyszerű klubtól, egy egyszerű otthon lévő hallgató számára az igenis nagy szó, és igen kicsit túl van értékelve. Úgyhogy meglátja, hogy hú basszus, ez top, nem tudom én, 60, ez már biztos tudhat valamit, szóval azért még megvan ennek a hatása.
Ádám azt mondja, hogy úgy értem, hogy Spinning tehetség kutató is hasonlóan meg van bundázva, mi a vélemény. Ahogy a talent poolra gondolsz? Ezek a talent poolok, és akkor ráismertünk ezekre a szavazósdi dolgokra. Mint ahogy mondtam, igazából ez az egész szakmai szavazásnak indult. Itthon is például van ez a Magyar Lemezlovas Egyesületnek a szavazása, van, mit tudom én, Fonogram díj, van, mit tudom én, Viva díj, vagy mit tudom én, Comet díj. Ennek a bizonyos szintje mindig szakmai szavazás. A szakmai szavazások érdekesek, ha nagyon rossz indulatok akarok lenni, akkor mindig az Oscart szoktam előhozni. Tulajdonképpen, ha most senki ne sértődjön meg, nekem a szakmai szavazásokról mindig valami meleg pornó jut eszembe, ahol össze vannak akadva egymásnak, és mindenki szokkodja a másikét, mert tulajdonképpen a haverok kiosztják egymás között a díjakat egymásnak, és egy jót buliznak. Tehát tulajdonképpen tényleg egy vad pornófilm jut mindenki eszébe, mindenki ott nyal a másiknak, és utána szépen egymás között a haverok kiosztják a díjakat. Valójában a szakmai szavazásokról nekem ez szokott eszembe jutni, de itt azért megjegyezném, hogy tisztelet a kivételnek, mert rengeteg szakmai szavazás van, akik kínosan ügyelnek a szavazatoknak a végeredményére, és semmi bunda nincs. Ilyen szerintem amúgy a Lemezlovas Egyesületnek is a szavazása. Többek között azért is, mert többször is volt alkalmam belelátni így a szavazásba, és nem volt abszolút bunda a szakmai szavazás tekintetében. Tényleg olyan emberek kapták meg, akikre több szavazat érkezett, úgyhogy. De viszont vannak itthon is olyan más szavazások, nevek nélkül, vagy bármit említeni, ahol tényleg ez van, amit mondtam, hogy a haverok egymás között kiosztják a díjakat. És igazából nincs, ez a világ többi oldalán is így működik, egy Oscar gálán is. Miért volt az, hogy a DiCaprio több 10 évig, nem is, hát legalább egy 15 évig nem kapott semmilyen komoly filmért Oscar díjat? Hát azért, mert biztos valakinek megdugta a lányát, és megmondta az öregnek, hogy itt soha nem kapsz Oscar díjat, és most nagy nehezen kapott. Tehát mindenki a haverok, meg a belső köröknek osztják ki egymásnak a díjat, hiszen ezek a díjátadók erről szólnak, de nem mindegyik, mert amelyik nem szakmai díj, és amelyik szakmai díj mondjuk tényleg próbál, hogy is mondjam, relevánsan és igazságosan kiosztani a dolgokat, azok kiadják a közönségnek a közönség szavazása a díjat, amelyiknek igazából tök jó, ami megint nem releváns, ha őszinte leszek, két dolog miatt. Egyrészt miatt a közönség, onnantól kezdve kiadunk valamit közönség szavazásra, és akkor itt lehet mondjuk a talent poolról is, vagy bármilyen remix versenyről is. Itt tulajdonképpen arról szól az eredménynek, úgymond a konklúziója, kinek van több haverja, és ki tud több ismerős mozgósítani, hogy lájkoljon, szavazzon, stb. Stb. Tulajdonképpen a közönség szavazásnak hiába vagy tehetséges, ha nem vagy olyan agilis, hogy minél több embert összetoborozzál, vagy megkérjél, ahogy mondjuk itt a DJ meg esetében a Dimitriék, akkor nem leszel nagyon-nagyon sokkal előrébb. Viszont ha kevésbé vagy tehetséges, de nagyon sok szavazatot tudsz bezsebelni, mert sok ismerősöd van és agilis vagy, akkor meg ott tudsz lenni, és nem biztos, hogy reális képet mutat. Nincs, nem feltétlen van a tehetséggel, mondjuk ez teljesen párhuzamba, hogy ki mennyit tudott szavaztatni. De igazából ezzel az adott szavazatot létrehozó úgymond szervezeteknek semmi baja nincsen, tehát itt beszéljünk bármilyen szavazásról, amely közönség szavazás, mert nekik az a lényeg, hogy beszéljenek róla, az a lényeg, hogy minél többen tudjanak maga a magazinról, újságról, tévéről, bármilyen médiumról, aki ezt a szavazatot csinálja, mert nekik a népszerűség a lényeg, és nekik az a lényeg, hogy a nevük minél jobban pörögjön, szóval nekik tulajdonképpen ez egy PR fogás, tökre nem érdekli őket, hogy a Kis Pistikének adják oda a díjat, vagy tényleg egy olyan embernek adják oda a díjat, aki teljesen megérdemelte és vértizzadott, hogy ide eljusson. Nekik az a lényeg, hogy mivel mindenki hozza a haverját, és mindenki megkéri a szomszédot, hogy szavazzon rá, így, amit tudom én, tegyük fel a DJ Magnek a neve, az sokkal nagyobb lesz, sokkal nagyobb viral hatást kap, és így többen fogják megvenni az újságot, tehát tulajdonképpen szintiszta önreklám és üzletről szól. A remix versenyek is hasonlóak, amiket megszavaztatnak, az nem arról szól, hogy valakit felfedezzenek. Biztos vannak olyan remix versenyek, tisztelt a kivételnek, ahol tényleg azért csinálják a kiadók a remix versenyeket, hogy valami új remixet, vagy ami új előadót felfedezzenek, de általában ez arról szól, hogy minél nagyobb reklámot és minél több hype-ot csináljanak a már eredeti megjelenés között, és ezzel nyomják az előadót is, nyomják az előadókat is. A DJ meg is csupán arról szól, tehát az első helyzet után, vagy az első 10 helyzet után általában a DJ megjár a legjobban, a kenőpénzek miatt, meg amiatt, hogy mindenhol az ő nevük van. Tehát tulajdonképpen semmi,
semmi jelentősége nincs ezeknek a közönség szavazásoknak, mint az, hogy az adott médiumot tolják vele. Tehát ez a második problémám a szavazásokkal, és lehet, hogy ezzel most sokatokat megbántok, vagy sokatoknak a véleményével ütközök, de én ez tényleg ez egy ilyen független fórum, ez a Magyar Producer Workshop, úgyhogy bátran fölvállalom, hogy szerintem a szakmai és a közönség szavazásoknak a 80%-ának semmiféle relevanciája célja nincs, ugyanakkor PR és úgymond egy kisebb magamutogatása meg tökéletes, mert hiszen messziről jött ember azt mond, amit akar, illetve egy kevésbé szakmai embert még meg tudsz győzni azzal, hogy a Palacsinta Fesztiválnak a szavazását megnyertem, és én vagyok a Palacsinta Fesztivál legjobb előadója, tehát ilyenekkel még egy laikust még meg lehet nyerni, de szakmán belül úgyis mindenki tudja, hogy mi a dörgés. De nyilván itt is azt mondom, hogy a tisztelet, mármint tisztelet a kivételnek, és bizonyára vannak olyan szavazások, remix versenyek, díjátadók, amiknek megvan még a régi kultusza, és megvan még a legitimitása. Szerintem ilyen amúgy a Grammy is félig mendig, mondjuk az Oscart nem tartom annak, de most nem is filmes témákról beszélünk. És az itthoniakat tényleg nem is akarom itt belevenni, de mondjuk a Lemezlovas Egyesületes szavazást tipikusan meg szeretném védeni, mert én ott beleláttam itt a dolgokban, és ott tényleg próbálnak minél igazságosabban csinálni. De ugyanakkor meg tényleg van olyan szavazás itthon, ahol tényleg arról van szó, hogy kiosszák a haveroknak, mert a haver. És a logikus, én is a haveromnak adnám, ha olyan pozícióban lennék, de ez az egész tényleg nem arról szól, hogy ki nyer, ki veszített, hanem arról szól, hogy minél jobban tudják tolni az adott újságot, tévéadót, weboldalt, vagy éppen aki ezeket a szavazásokat csinálja. Úgyhogy nagyjából ez a véleményem a DJ Merről és az összes hozzá kapcsolódó szavazásokról. Nyilván bizonyos szinten komolyan lehet venni a DJ Merget is, hiszen a nagy számok törvény alapján tényleg valamennyire releváns képet kapunk arról, hogy kik a legkeresettebb előadók, vagy kik azok az előadók, akiknek a legtöbb rajongója van, de azért nyilván nagyon-nagyon sok olyan előadó van, aki nulla energiát, nulla pénzt ad a marketingbe, és akkor azok már abszolút nincsenek a listán. Szóval, ha DJ Magetti konklúziónak kéne mondanom, a top 20 mondjuk az reális, nagyjából úgy reális, hogy tényleg az a top 20 ember, aki a top 20-ban van, az mindig valamilyen szerintem tényleg meghatározó a dance világban. A többi az meg a ki tudja kategória, valaki beleillik, valaki hiteles, valaki megérdemli, valaki meg abszolút nem, és ez szerintem nem az én jogom eldönteni, vagy nem az én feladatom eldönteni, hogy most ki hiteles, ki nem. Szerintem mindenki tudja, meg mindenki érzi nagyjából, hogy kik azok a nevek, akik odavalóak, és kik azok, amik nem. Hozzáteszem, az ilyen egymásnak ugrasztás is egy hihetetlen jó marketing trükk. És ezt a DJ meg nagyon-nagyon jól tudja, hogy tudják, hogy így is úgy is eléggé nagy felháborodás és mindenféle flame lesz a szavazás körül. És ez megint csak a magazinnak jó, meg közben beszélnek a magazinoszok, tehát a negatív reklám is reklám, PR-ként ez nagyon-nagyon jó tud lenni. Rengeteg olyan marketing kampányról hallottam, ahol mit tudom én, ami nagy botrány volt, és amíg ezt a Sobek Norbi tök jól csinálja, hogy valami írtó nagy negatív reklámot csinált magának, de ennek ellenére a neve ott lett, és csak a név tapad le az emberekbe, és az ötödik hullám, ötödik pletyka után már tök minden, csak annyi marad benne, hogy Norbi és a Norbi terméket fogják tudat alatt választani, mit tudom én, a Tesco-ba. Szóval nagyon-nagyon sok negatív reklám igenis működik, és ezt tökéletesen tudják a DJ Mernél is. De hozzáteszem, a DJ Mern már tényleg egy régi kortnak a múló emléke, hiszen az offline média, az újságok, az írott sajtó egyre jobban kezd megszűnni, mert mindenki blogokról, Facebookról, Twitterről, mert anyám kinyáról szedi az információkat, úgyhogy ennek már egyre kevesebb lesz a létjogosultsága, és már várom azt, hogy mikor fog valaki egy teljesen független új szavazás létrehozni, ami lehet, hogy sokkal relevánsabb lesz, és sokkal úgymond reálisabb. És szerintem már kicsit távol, nem azt mondom, hogy már látom, hogy ki lesz az az új, aki mondjuk megcsinálja ezeket a szavazásokat, de abban biztos vagyok, hogy a DJ Mernek a szerepe egyre jobban csökkenni fog. Ugyanakkor ott van a Resident Advisor, amit mindenki a stílusok, tehát a techno rajongók közül, meg az underground rajongók közül mindenki istenít, de mindenkinek ott vannak a kedvencei. Ott is nyilván bele lehet ásni, hogy mi reális és mi nem. Nyilván ott is emberek vannak, ott is vannak olyan emberek, akik szeretik magukat bevásárolni, és ott is vannak emberek, akik azért vannak ott, mert valóban megérdemlik. Úgyhogy röviden, tömören ennyi lett volna a véleményem, és akkor megint egy kis rövid adást sikerült így prezentálni nektek így a nyár közepén, eléggé rossz idő volt.
Úgyhogy én azt mondom, hogy várok egy percet, meghallgatom a némi kérdéseteket lenne a témával kapcsolatban, és akkor én megyek én is a dolgomra, és ti is mehettek a dolgotokra, és élvezhetitek a nyarat. Még szerintem augusztusban egy alkalommal fogok jelentkezni, így ilyen tényleg megint ilyen spontán bejelentkezés által, és utána szeptemberben fogok visszatérni egy teljesen új formába. Tök érdekes lesz, mert kihisztisztétek páran így levélben, hogy legyenek tutorialok, úgyhogy úgy terveztem, hogy szeptembertől lesznek ilyen tutorial videók is, ezekhez a ti segítségeteket kérem. Igazából közösségi alapon fognak működni a tutorialok, minden dohoz keresek embereket, akik tudnának mondjuk egy-két videóban segíteni, és ezeket fogom közzétenni, persze én is fogom a logikus részét csinálni, de lesz külön ember a FL Studio-ra, külön az Ableton-ra, a Pro Tools-ra, Studio One-ra, Cubase-re, úgyhogy mindenki tud majd tanulni, ezek ilyen rövid egy-két perces dolgok lesznek. Természetesen ezek az élő live workshopok is ugyanúgy megmaradnak, lesznek az offline workshopok, lesznek az oktatások, és emellett akkor lesznek, emellé becsatlakoznak az interjúk is, ahol magyar szakmabeliekkel fogok így szakmázgatni, ilyen podcast jellegűen így streamen keresztül. Úgyhogy rengeteg mindennel készülök, meg közben nagy erőkkel készülök a könyvre is. Úgyhogy így ennyi, ami szeptemberben állható, és már nagyon izgalmas, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Na nézzük pár kérdést. Sravaka, mint tanítvány. Igen, a sravaka amúgy azt jelenti, hogy a sravaka az egy szanszkrit kifejezés, az azt jelenti, hogy Buddhának a hallgatói effektíve tanítványai. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez nem csak az én reklámügynökségem, hanem ez az oktatásos dolgaimnak így mond a CD-re. Úgyhogy a könyvet is, az oktatásokat is ezen édisz alatt fogom csinálni. Úgyhogy Ádám rendesen rá tenyerelt az igazságra. Zsolti kérdezi, te nem akarsz indulni, részegen is szavazok rád. Nem, én ebből kinőttem már ebből a pisilő versenyből, hogy most ki a legjobb DJ, ki nem. Én úgy érzem, hogy én itt a háttérben sokkal jobban érzem arra, mint hogy ott infláljuk magunkat a világ közepén a top 100-ból, úgyhogy én ebből kimaradok. Én inkább a zene szeretetére és a zene készítés örömére élek, tehát az ilyen külső dolgok már nem annyira nem izgatnak. Régebben talán még egy pár éve izgatott, de most már nagyon nem, úgyhogy meghagyom azoknak, akiknek ez úgy jobban az álma. Úgyhogy még egy kérdés van, mi a vélemény Kashmir új albumához, a Materialhoz? Őszintén szólva nem hallgattam meg teljesen, úgyhogy nem akarok teljes véleményt mondani, de nekem a Kashmir maga, így Unblock Project nagyon-nagyon szimpatikus, nekem nagyon-nagyon szimpatikus a csávó is, a sztori is, ami mögötte van, és tényleg a csávó nagyon ért az egészhez, és tényleg egy olyan ember van védre, aki megérdemli a pozícióját, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok így az egész albumra, és nekem tetszik, amit csinál, attól függetlenül, hogy nem feltétlen mindig az én világom, de nagyon tetszik ez az indiai hangulat, hogy a gyökereit nem tarolja le, sőt inkább beépíti a zeneibe, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön. Na, szerintem akkor ennyi is lesz. Köszönöm szépen, hogy követtetek így napközben is. Szerintem a legközelebbi spontán bejelentkezés ilyen Q&A lesz, ilyen kötetlen kis beszélgetés, és utána már rendszeresen akkor műsor jelleggel visszatérünk szeptembertől a dolgokba. Ha szeretnétek követni a Magyar Workshopnak a zárt oldalát, akkor keresétek meg a csoportot, szerintem nagyon jó kis csoport, úgyhogy nagyon sok mindent tanulhattok onnan is. Ha nem lájkoltátok még a Magyar Producer Workshop oldalát, lájkoljátok be, mert sok érdekesség jön, és ha az én dolgaimra vagytok kíváncsi, tanácsadásra és stb. Dolgra, akkor meg a sravakamedia.com-on érdeklődjetek, hogy mi a helyzet. További szép délutánt és további jó nyarat kívánok mindenkinek, és jók legyetek, és akkor hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!